Na, sziasztok! Én mindig meglepetést okozok mindenkinek, ezért hát bemutatom teljesen a valóságot, milyen vagyok valójában. Idén nyáron is egy nagy meglepetést tervezek. Hát röviden ennyi. Itt érek egy szép apartmanban, egy wellness-es apartmanban, ami persze nem az én lakásom még, hanem egyelőre csak bérlem. De szeretném megvásárolni, ha lehetséges, ha nem, akkor meg egy ugyanilyen szintű lakást szeretnék. Ennek van egy ilyen hálószobája is, egy kis hangulatos, dizájnos, nagyon szép. Igazából nem is a lakás megmutatása lényeg, de ezért megmutatom. Ez egy szép kis fürdő. Ruhatáram, ami tele van öltönyökkel, ingekkel. Szeretek elegánsan megjelenni, és adok a megjelenésemre. De valójában ennek az egész videónak a lényege az az, hogy mint mindenki, én is keresem a nagyőt, az igazit. Bár ez furcsa fordulat, hogy nagyő, mert nem biztos, hogy csak egy van. Több van, aki passzol hozzánk, és az idő kialakítja, hogy összecsiszolódunk, és kiderül, hogy vajon tényleg együtt tudunk-e lenni. Idén nyáron erre a célra, és persze, hogy legyen egy szép nyara, kiveszek egy nagyon szép hotelt. Már azért is, mert egy utazási irodánál dolgozok, és hát egy marketing mindig belefér igazából, de valójában nem ez a célom, hanem azt, hogy bemutatom, hogy még létezik a romantika. Létezik az, hogy meg lehet hódítani egy lányt normálisan. Vannak értelmes lányok, vannak nagyon kedves lányok, önzetlenek, és én őket keresem, mármint egyet keresek. Van egy szép kis erke is. Szóval ilyen kis hangulatos lakás. Lent van egy wellness, majd bemutatom azt is a következő videóban. Félig sem szerelem, amit jel mátlak sohasem. Hát már mint volt, kicsit jó is volt nekem. Na szóval nem félig sem szerelmet keresek, hanem az igazi szerelmet. És persze van a könyveim is, olvasni. Sokat netezek, fölemmi vagy online dolgozok. Valójában ez a lényeg, hogy keresem az igazit, mint bárki más. És ezen a nyáron, Siófokon, megmutatom, hogy van még igaz szerelem. Remélhetőleg összejön. Már keresem egy jó idejet. És persze szeretek romantikázni is. Néha iszok egy pár pohár bort, egy-kettőt. De valójában csak egyet. Hát ez hangulatfüggő. De ez is úgy jó, hogy egy leányzóval. Kettesben egy vacsora, és mellette elfogyasztani pohár bort esetleg. Szóval én nem játszom meg magam, hanem magamat adom. Őszinte vagyok, és ilyen lányt is keresek. Ezért is írtam ki a Facebookomra, hogy Sanyi, Napi Sanyi, Sanyi feleséget keres. Pláda cicák kimélyenek, mert természetes lányt keresek. Ezt ne vegyétek arra, hogy én most külső alapján ítélkezek, mert nem. Mert a belső tulajdonságok fontosak, de persze számít a külső is. Szóval a lényeg az ez. Drukkoljatok, szurkoljatok nekem, hogy ez a nyár ne csalódással záruljon, hanem a kedvesen megtalálásával. Akit szeretnék, akár eljegyezni, és a későbbiekben feleségül venni. Szóval komoly szándékaim vannak. Nem szoktam játszani a nőkkel, és nem szoktam játszani az érzelmekkel. Volt pár kapcsolatom, de
mindig őszinte kapcsolatokban voltam, és őszinte lányokkal, őszinte lányt kerestem mindig is az életemben. Hát igazából nem is kell annyira hosszan beszélni erről. Következő videó majd a wellnessben folytatódik, megmutatom azt is. És persze nyáron a hotelt, ahol várom majd azt a leányzót, aki megfogja a szívemet, és nem engedi el, és én sem engedem el az övét. Úgyhogy igazából erre várok. És én, mint mindig, én máshogy találom meg az igazit is. Nálam minden máshogy zajlik, mint a való életben. De azért, mert követem Istent. De a magam módján, őszintén, a szívemből. Nem vallásoskodok, hanem őszintén. És ez nagyon fontos, hogy ez a lány is ne csak halljon Istenről, hanem ismerje meg személyesen, milyen ő valójában. Szóval ez nagyon fontos nekem. De ez a Facebookomról kiderül. Hát, hogy milyen vagyok, elég sok mindent elárultam a Facebookról, de mindig tartogatok meglepetéseket. Nem vagyok egy unalmas személyiség, közvetlen vagyok, és... ez egy biztos, hogy kalandos nyár lesz az idei Siófokon. Jelenleg a 9. szezonom, de nem lehet tudni. Hát, röviden ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, és kövessetek bátran, és drukkoljatok. Sziasztok! Ennyi.